Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsodabau Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Sikerkovácsok című műsort hallják, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója is egyben. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok én is köszöntöm a hallgatókat. Bár még tart a nyár, de összességében milyen szezonra számít, főleg úgy, hogy idén nincsen se olimpia, se foci VB, igaz, itt van az atlétikai világbajnokság. Milyen lesz a szezon? Nem csak az önök sörgyárában, hanem az egész piacon. Számunkra ez egy különleges év, 2023. Idén lettünk 50 évesek. 50 évvel ezelőtt jött az első borsodi világos, az akkor megnyitott Bőcsi üzemnek a gép soráról. Ebből következik, hogy hát mi is készültünk erre az évre számos aktivitással, számos programmal. Szeretnénk kedveskedni a vásárlóinknak, fogyasztóinknak, akik kedvelik a borsodi sört és az általunk forgalmazott portfóliót. Tehát azt gondolom, hogy emiatt is nagyon izgalmas lesz az év. Egyébként pedig ezen kívül is nagyon sok olyan esemény van, ami hozzájárul ahhoz, hogy a szezon az jó legyen, és a fogyasztóink számára is emlékezetes élményekkel járjon. De az egész piacot tekintve milyen évre számíthat az ágazat? Ilyenkor ezt még kicsit korai megmondani, hogy maga a szezon milyen lesz. Ezt általában a végén szoktuk leszűrni a következtetéseket. Nyilván nagy mértékben meghatározza az időjárás, ezt láttuk mindannyian, volt jó is, volt kevésbé jó. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi időben azért visszatért a nyár, és ez mindenképpen jó, mert azért a sörnek jót tesz, hogyha jó az idő, akkor történnek meg ezek a baráti sörözések, akkor mennek el az emberek esténként, hétvégén kiülnek valahova, elfogyasztanak közösen néhány sört. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen bizakodásra ad okot, bízunk abban, hogy jól fog alakulni ez a szezon. Milyen trendek vannak most? Mi dominál a piacon? A dobozos kiszerelés, az üveges, a csapolt? Hát a sör az egy elég dinamikusan fejlődő kategória, fejlődő termékcsoport. Azt látjuk, hogy az utóbbi években rendkívül gyors változások zajlottak le. Érezhető a fejlődés minőségi oldalon, termékportfólió oldalon. Hogyha a különféle csomagolási típusokat nézzük, akkor a magyar vásárló a dobozt részesíti előnyben. A sör kategóriának, a sörforgalomnak meghatározó részét a fémdobozos kiszerelés adja. Nagyságrendileg kb. 70%-a a Magyarországon eladott sörnek az doboz. És hát emellett még meghatározó a palack, a visszatérő, újra töltető palack, illetve a vendéglátóhelyeken a csapolt sör forgalmazására szolgál hordós keg kiszerelés. Emlékszem még gyerekkoromban, hogy szóltak, hogy érkezett sör, és akkor szaladtunk édesapámmal, szomszéddal, hogy jusson apunak sör, és mégis azt lehet olvasni a statisztikákban, hogy akkor több volt a sörfogyasztás, az egyfőre jutó sörfogyasztás. Hogy ez minek tudható, így van-e, minek tudható be, és hogy látszik egy pozitív trend az önök szemszögéből, hogy nő a sörfogyasztás? Azt gondolom, hogy nagyon nehéz összehasonlítani évtizedek távlatában egy piacot. Nagyon sok minden más volt abban az időszakban, amikor mindketten gyerekek voltunk, és a szüleinknél láttuk, hogy ők sört fogyasztanak. Azt gondolom, hogy akkor más volt az az elérhető választék, amiből ők választani tudtak. Azóta nagyon sok minden más lett a piacon, nagyon sok minden elérhetővé vált, nagyon sok egyéb kategória jelent meg, hiszen azt gondolom, hogy akár az ön nevében is mondhatom, hogy mikor még mondjuk 30-40 évvel ezelőtt talán ráláttunk erre a piacra, akkor sokkal kevesebb olyan terméket láttunk, olyan lehetőséget láttunk, amiből választhattak. Hát nem volt ilyen választék, viszont hiánygazdaság volt, és mégis a hiánygazdaságban hogy lehet, hogy több fogyott, több volt az egyfőre jutó fogyasztás, mint most, amikor nem is tudok már olyan sört, olyan eljárást mondani laikusként, ami ne lenne, vagy a gyümölcsös sörök kínálatában, hát tényleg már csak a füge sör nincsen, bár lehet, hogy a megcáfol is van olyan. Igen.
Hát nézd, én azt gondolom, hogy a fogyasztói szokások változtak, az igények változtak, és ennek a gyártói oldalról igyekszünk megfelelni. Akkor elment a minőség irányába a fogyasztás, ez azért van? Egyértelműen látszik egy trend, tehát hogyha a kérdésére válaszolva kérdezte, hogy mit látunk rövid távon, milyen trendek láthatók a piacon. Azt lehet mondani, hogy most még 2022-ről tudok beszélni, mert nyilván 2023-at még nem zártuk le. 2022-ben növekedett az értékesítés, az azt megelőző évvel összehasonlítva, ami mindenképpen jó, hiszen hogyha visszaemlékszünk, akkor 2020-2021, akkor volt a Covid, ami azért érintett az ágazatot, nagyon komoly kihívásokat jelentett, aminek meg kellett, hogy feleljünk, folyamatosan szállítóképesnek kellett maradjunk, biztosítanunk kellett a következetes magas minőséget, amit nagy örömmel szolgálni meg is tudtunk tenni, ilyen jellegű problémáink nem voltak. De 2022-ben elindult újra a bővülés, nőtt a sör kategória, és ami örvendetes, hogy elsősorban a prémium és a szuperprémium kategóriába tartozó termékeknek az értékesítés, a fogyasztása növekedett a legnagyobb mértékben, ami a Borsodi értékesítésében is tükröződött, hiszen talán sokan nem tudják a hallgatók közül, hogyha a Borsodi sörgyára gondolnak, akkor a Borsodi sörje nem csak a Borsodi világost jelenti, mint 1973-ban, amire utaltam korábban az 50 évvel ezelőtti induláskor. Azóta a portfólión kibővült, sok olyan terméket forgalmazunk, amit különféle licensz megállapodások alapján gyártunk, illetve a portfólió bővült, hiszen jelen pillanatban a Molson Coors a Borsodi sörgyárnak a tulajdonosa. Az előbb említette, hogy a dobozos kiszerelés jelenti a piac 70%-át. De mi lesz jövőre? Hiszen a dobozos termékek esetében jövő januártól hát visszaváltozott. Pontos ez a kérdés, ez megjegyezni. A környezetvédelmi fenntarthatósági szempontokat. Nálunk a Borsodinál ez mindig nagyon fontos volt. Jó ideje következetesen valósítjuk meg a Molson Coors cégcsoport fenntarthatósági stratégiáját, és ebben nyilván nagyon szorosan beletartozik az, hogy mennyire környezettudatosan működünk, mennyire tudjuk csökkenteni a környezeti lábnyomunkat. Ennek részeként csökkentjük az energiafelhasználást, vízfelhasználást, széndioxid kibocsátást, és hogyha tovább megyünk, akkor nagyon fontos, hogy gyártásból és a termékeink értékesítéséből keletkező hulladékot hogyan kezeljük. Maradva az alumínium doboznál, azt gondolom, hogy az egész söripar az elmúlt években már egy kicsit meg is előzte ezt a következő lépést, hiszen rendkívül tudatosan jártunk el, működtettünk egy nyilván önkéntes alapon működő visszagyűjtési rendszert, aminek során a vásárlóknak lehetőségük volt visszahozni az alumínium dobozt az egyes áruházaknál elhelyezett visszaváltó automatákba, ami ugyan nem betét díjat, de egyfajta díjat adott a visszahozott alumínium doboz után. Ez egy nagyon értékes hulladék, nevezzük így, mivel 100%-ban újra felhasználható, és újra visszakerül a körforgásba. Tehát igazából... És mi lesz januártól? Mi ezt csináltuk eddig is. Januártól ezt egy kicsit távolabbról kell, hogy megközelítsük. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a környezettudatos szemlélet ez egyre inkább elterjedjen, hiszen hogyha előre tekintünk, nem csak 5 évre, 10 évre, 20 évre, mindannyiunknak érdeke, hogy ez a környezet, ez minél tovább fenntartható legyen, élhető környezetben éljünk. Tehát ilyen szempontból abszolút üdvözöljük az ilyen jellegű intézkedéseket. Ez a januári intézkedés, ez valahol azt célozza, hogy a hulladékgazdálkodás egyre inkább egy fenntartható, hatékony rendszer keretein belül valósuljon meg. Minél inkább csökkentsük az ilyen jellegű környezet terhelést, és ez azt célozza, hogy az alumínium dobozok esetében, mivel most erről beszélünk, de nyilván ez érinti a többi csomagolási típust is, ugyanúgy a műanyag PET palackot, mint akár az egyutas üvegpalackot. A cél az, hogy a visszagyűjtési százalék emelkedjen, növekedjen. Ennek egy költsége is lesz. Nyilván lesz költsége, és ezt többféle eszközzel lehet megvalósítani. Az egyik eszköz arra, hogy engem, mint vásárlót,
arra ösztönözöm, hogy visszahozzam. Hát ez mint a bevásárlókocsinál, beleteszem a 100-ast, és nem hagyom az autó mellett, hanem egy magasabb betétdíjat, ami engem arra motivál, hogy visszahozzam. Én azt gondolom, hogy mivel ez az új rendszer átfogóan érinti a fogyasztási termékek teljes piacát, ez nem a sörre, vagy egyéb italokra specifikus, hogyha így nézzük. Ezért nem várom ettől azt, hogy alapvetően megváltoztatja a vásárlói fogyasztói szokásokat. Tehát azt gondolom, hogy az alumínium doboz, az továbbra is egy domináns csomagolás, kiszerelés típus marad a sörön belőle. Már csak azért is gondolom, mert a tárolása és a visszavitel előtt könnyebb, mint egy üvegesé, nem? Hiszen összenyomom, és akkor is doboz-doboz, csak nem éppen doboz formája van. Alapvetően az alumínium dobozoknak a magas jelenlegi részarányát is elsősorban kényelmi szempontok mozgatták. Ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a borsinál azt tartjuk szem előtt, hogy független attól, hogy milyen a kiszerelés típus, a leglényegesebb szempont, hogy folyamatosan, következetesen ugyanazt a magas minőséget biztosítsuk a fogyasztók számára, bármelyik kiszerelés típust választja. A nagy sörgyárak mellett megjelentek a kisüzemek, a kézműves sörfőzdék, akik döntő részben ilyen specifikumokat, ilyen speciális termékeket gyártanak. Az elmúlt időszakban azonban egy kicsit, mintha megromlott volna ez a viszony, vagy legalábbis ők úgy érezhetik, hogy nem teljesen egyformán pattan a labda a piacon, törvénymódosítás ellenére is kevésbé kapnak lehetőséget a nagy gyárak mellett. Mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy a sörpiacon a kisüzemi kézműves sörfőzdéknek nagyon fontos szerepe van. Egyértelműen úgy tekintünk rájuk, mint partnerek a sör kategória, a sör kultúra fejlesztésében. Tehát a magunk részéről, Borsodi részéről egyértelműen megerősítettem, hogy mi nem tekintjük őket ilyen szempontból ellenfeleknek, együtt dolgozunk ennek a célnak a mentén, hogy fejlődjön tovább az a folyamat, amiről korábban beszéltem. És a teljes képhez hozzátartozik az, hogy nagyon sok tekintetben mondhatjuk azt, hogy a kisüzemi sörfőzdék innovációs tevékenysége az fejlesztette a sörkategóriát, hiszen nem egy olyan termék van, amit akár a nagy sörgyárak azután vettek át, és vezettek be széles körűen, miután kézműves sörfőzdéknél ez a termék megjelent. Tehát azt gondolom, hogy fontos szerepük van az innováció kategória sörkultúra fejlesztésében, amit mi abszolút elismerünk. Sörforradalom, mert van egy ilyen szó, sörforradalom. Aki használja ezt, igen. Volt, tart, vagy lesz? Ez egy érdekes felvetés. Őszintén, ez inkább már csak a saját megközelítésem. Nem annyira ezt a forradalmat használnám erre, mert a forradalom az egy ilyen eléggé, hogy mondjam, durva megszakítása valaminek, ami után egy teljesen új következik, bármit tekintünk, hogyha így akár a történelmen visszatekintve ezt láthatjuk. Én azt gondolom, hogy a sörben inkább egy folyamatos fejlődés történik, ami kétségtelen, hogy gyorsult, amiről beszélgettünk korábban, tehát visszamegyünk mondjuk egy 10 évet vagy 15 évet azzal összehasonlítva, egy sokkal szélesebb választék található meg, sokkal szélesebb fogyasztóigényt elégít ki a sörgyárak által forgalmazott portfólió, és ez látható nálunk is. Tehát, hogyha visszatekintek akár előbb beszéltünk a Covid-ról röviden, akár a Covid-ot megelőző időszakra, akkor a portfóliónkban még nem volt néhány olyan termék, amit ma forgalmazunk, és amit egyértelműen ez a tendencia hívott életre. Most gondolok a borsodi... Gyümölcsös sörökre például. Első körben nem rá gondolnék, mert az már megjelent korábban 2011 óta a borsodi sörgyár elsőként tette lehetővé, hogy sokan hozzáférjenek a gyümölcsös sörökhöz a fő, úgymond középkategóriás sörkategóriában. De inkább arra gondolok, hogy ez a sör. Én nem revolúciót mondanék, inkább evolúciót, ami gyorsuló fejlődés hozta magával az egész kategóriának a minőségi fejlődését. Valahol ez mozgatta a mi innovációs tevékenységünket is, hiszen a borsodi márka, megint csak most már nem egy borsodi világos, de mellett ott van egy borsodi sör
nevezzük így sör különlegességeket tartalmazó portfóliónk, ami indult a Hopival, utána lett egy IPA, utána egy Megyes, utána egy Amber Ale, utána egy Tropical Ale, tehát egyre szélesebb portfólióban forgalmazzuk ezeket a termékeket, mivel a kategória és a fogyasztók egyre inkább igénylik, és mikor mi fejlesztünk, akkor igyekszünk minél szélesebb fogyasztói kutatásra, fogyasztók minél teljesebb megértésére alapozva végezni a termékeink fejlesztése. Mondok egy hasonlatot, van, aki a túros tésztát cukorral szereti, nekem... Inkább töpörtyűvel? Igen, és a cukor az, tehát a cukros túros tészta, az nekem nem túros tészta. És megmondom őszintén, most lehet, hogy sokaknál kicsaptam a biztosítékot ezzel, de nekem a gyümölcsös sör is olyan, hogy nagyon finom, nagyon jó, de nekem az nem sör. Mennyire tekinti a szakma sörnek a gyümölcsös sört, illetve hogy ez azért készül el, mert vannak esetleg mondjuk olyan társadalmi csoportok, akik ezt igénylik, és itt most elsősorban a nőkre gondolok. Természetesen ezért. Tehát, hogyha így nézzük, akkor egy termék nem létezik hosszú távon a mögött levő igény nélkül. De megvan az igény ezekre a termékekre. Előbb utaltam rá, hogy itt vissza kell menjünk, most már több mint 10 évet, hogy ez a termék megjelent. A Borsodi Friss, ami akkor egy nagyon komoly újítás volt, és erre a megjelenő igényre adott választ, hogy egy ilyen jellegű terméket kínált a fogyasztóinknak, ami megy ebbe a könnyedebb, gyümölcsösebb ízvilág felé, és azóta ez a termék a portfóliónknak egy meghatározó részévé vált. És tovább fejlődik, hiszen követnünk kell azokat a fogyasztói trendeket, amire utaltam előbb. Egyre jobban érzékeljük a tudatosságot, egyre jobban érzékelünk olyan elvárásokat, hogy termékeknek meg kell felelniük bizonyos olyan paramétereknek, olyan igényeknek, ami megint visszautalok 10 évvel ezelőtti időszakra, még nem volt jellemző. Tehát, hogyha a Borsodi Frissről beszélünk, akkor az új termékeink, az innovációink, azok az alkoholmentes irányba mennek el, tehát bevezettük mi is a 0.0. Akkor itt most hadd vágjak közbe, igen, és nem mint a Borsodi sörgyár vezetőjét kérdezem, hanem mint egy sörpiaci szakembert, hogy az egész piacra értem, igen, ezt, hogy mikor lesz söriző alkoholmentes sör? Ez egy érdekes kérdés, mert meglehetősen szubjektív. Ugye, igen, igen, hát az ízlés, mert valószínűleg nem fogyna, ha sokan nem szeretnék. Mi nem tetszik. Tehát itt én azt gondolom, hogy rövidesen szakítanunk kell ezekkel a tradicionális megközelítésekkel, hogy mi az igazi sör, és mi a kevésbé igazi sör. Egyértelműen látszik, hogyha megint csak a teljes sör kategóriát nézem, akkor az igény, és most nem csak Magyarországról beszélek, hanem hogyha kitekintünk, egyébként ez nyilvánvalóan előnye egy multinacionális cég hátterének, hogy látjuk, hogy mi történik egyéb piacokon, hiszen ezek a trendek előbb-utóbb begyűrűznek a magyar fogyasztókhoz is. Tehát egyértelműen azt látjuk, hogy nő a csökkentett, alacsonyabb alkoholtartalmú söröknek a forgalma, illetve az alkoholmentes söröknek a forgalma. És hát nyilván az innovációink során megint csak mindenféle jellemzőjükben igyekszünk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit a fogyasztók támasztanak felénk. Nagyon-nagyon sok adattal dolgozunk, megkérdezzük őket, felmérjük az igényeket, és ez alapján készítjük el az új termékeket. És hogyha megint csak a saját házunk tájáról nézem, akkor korábban beszéltünk az innovációkról, hogy ez nyilvánvalóan fontos. Ez megint egy olyan terület, ahol annak idején a Borsodi sörgyár volt az első, aki megjelent egy alkoholmentes sörrel, a Pólóval, sok évvel ezelőtt, de hogyha most a napjainkat nézzük, akkor említettem önnek, hogy az új fejlesztéseink, a Borsodi Friss, a gyümölcsös sörök esetében is elmennek a 0.0 irányában, az alkoholmentes irányában. Hát mikor erről beszélünk, hogy sör, íz vagy valódi sör, akkor én azt gondolom, hogy valahol a végén a fogyasztó ítéli meg, hogy ő ezt szereti, vagy ez nem csak szereti. Egy vélemény volt, ha a piac ezt igényli, akkor meg valószínű, hogy nem rám fogják szabni a gyártást, hanem amit a piac szeret. Egyébként ezt szondázzák, hogy mit szeret a piac? Tehát, hogy nem csak úgy, hogy elkészítenek egy, nem tudom, fügeízű sört, maradjunk az előbbi példánál, és akkor megnézik, hogy az ízlik-e, hanem hogy mit szeretnének az emberek, hogy van ilyen teszt, vagy igen, felmérés? Igen. Ez egy eléggé összetett, mondjuk úgy, vizsgálati folyamat, amit folyamatosan végzünk. Hiszen azért az nem elképzelhető, hogy
kellő megalapozottság nélkül, kellő várakozások nélkül fejleszünk és innováljunk, mivel az nyilvánvalóan nagy kockázatot hordoz. Igyekszünk minél teljesebb mértékben megérteni, hogy mit várnak tőlünk. Nyilvánvalóan a jelenlegi termékeinkről is kérdezzük a véleményüket, és ez alapján folyamatosan fejlesztünk, de az előremutató terveinkben is támaszkodunk azokra a trendekre, amiket be lehet azonosítani. A várható igényeket is megpróbáljuk előrejelezni, és erre válaszolunk az innovációinkkal. Van arra definíció, hogy persze ez egy szubjektív dolog, de hogy mitől jó egy sör? Tehát az alapanyag, a komló, a víz, a gépsor, a technológia, az emberi tudás, vagy miből adódik össze az, hogy azt mondhatjuk, de ismétlem, hogy ez egy szubjektív dolog, de hogy ez egy jó sör. Tehát mondjuk a szakemberek azt mondják, hogy ezt most nagyon eltalálta bármelyik sörgyár a világban, vagy Magyarországon. Mindaz, amiről beszélt. Tehát kezdve az alapanyagoktól, a technológián keresztül, minden, de a legfontosabb az, amit mondott, hogy ez szubjektív. Hát van, akinek ez ízlik, van, akinek az ízlik, és mivel most már rengeteg változatban, rengeteg fajta, rengeteg gyártási technológiájú, nagyon sokféle jellegű sör elérhető mindenki számára. Ami, mikor így elkezdtük a beszélgetést, 10-20-30-40 évvel ezelőtt nem volt ilyen formában hozzáférhető fogyasztók részére. Ezért azt gondolom, hogy ez nagyon komoly vitát provokálnak, hogy bárkivel elkezdenek arról beszélni, hogy mi a jó sör, mert mindenki valószínűleg érvelne a saját kedvence mellett. Megint csak erre azt tudom mondani, hogy mi a Borsodinál az iránt teszünk erőfeszítéseket, hogy minél jobban megértsük azt, hogy a fogyasztóinknak egy része, elfogadhatóan nagyobb része, mit vár tőlünk. És ennek mentén fejlesztjük a termékeinket, hogy akinek ezt a sört szeretnénk létrehozni, az azt mondja rá a nap végén, hogy ez egy jó sör. Ez neki készült, tetszik neki, ízlik neki. Ami nagyon fontos, és ezt már mondtam korábban, és független attól, hogy most milyen sörről beszélünk, az egyértelműen az, hogy egy következetes, állandó, magas minőségű terméket forgalmazzunk, mivel rendkívül fontos az, hogyha mondjuk ön megkóstolt az egyik termékünket, ízlet, akkor minden alkalommal, hogyha ezt a terméket választja, akkor ugyanazt az élményt kapja vissza. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon büszkék vagyunk a Bölcsi gyárnak a minőségi színvonalára. A rendszereink azok rendkívül szigorúak, és egy pár évvel ezelőtt ezt egy nemzetközi élelmiszer minőségi tanúsítvánnyal is elismerték, amit egy nagyon magas minőséggel vagy nagyon magas minősítéssel tudtunk megszerezni, ami igazolja ezt, hogy a folyamataink, a minőségbiztosítási rendszereink, élelmiszerbiztonsági rendszereink, azok kiállják a nagyon magas nemzetközi minősítési sztenderdeknek a próbáját is. Beszéltünk az alapanyagokról. Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy az elmúlt időszakban az vélelmezem az elmúlt időszakra, hogy jelentősen emelkedtek az alapanyagárak. Ezt tetézi az energiaválság. Aztán volt egy Covid, volt egy háború. Ezt hogy tudta túlélni úgy az egész magyar piac, mint a globális sörpiac? Nyilván nagyon komoly kihívásokat okozott a teljes iparág számára. Kicsit megkülönböztetném ezt a két, nevezzük így kihívást, amit említett. A Covid jött először 2020 elején. Ez egy teljesen ismeretlen terület volt, soha nem találkoztunk még ilyen problémával korábban, tehát emiatt ez nyilván kezdetben sokan kihívást okozott, hiszen nem voltak meg rá az erőre bejáratott receptjeink, hogy hogyan kezeljük. Amit mindenképpen fontosnak tartottunk saját magunk számára, első lépésben megvédjük a munkatársaink, a kollégáinknak a biztonságát, és itt a konkrétan személyes biztonság, személyes egészségükre értem ezt, hiszen nem állt rendelkezésünkre információ, hogy ez mennyire kockázatos, mi fog történni. Ez jól sikerült, nagyon jól sikerült, azt gondolom, hogy felelősen jártunk el, és a második nagyon fontos szempont az volt, hogy ilyen körülmények között is fent tudjuk tartani a megbízható és következetes ellátást, termelést. Ez is sikerült. Föntartottuk, folyamatosan szállítóképesek tudtunk maradni, nem volt olyan kereskedői, fogyasztói igény, amire nekünk nemet kellett volna mondani.
a partnereink ebből semmit nem érzékeltek, hogy ezen a területen vannak kihívások, hiszen voltak, tudjuk, hogy minden iparág megszenvedte, ez nem csak a söripar, érintett az ellátási láncokat, itt-ott szakadoztak ezek az ellátási láncok. Nyersanyagbeszerzések nyilván komolyabb kihívást jelentettek, de megint csak tudok utalni a borsodi sörgyárnak a nemzetközi hátterére, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyen esetben is megfelelő biztonsággal tudjuk a beszerzésen keresztül a nyersanyag alapanyag ellátást fenntartani. És hát, hogyha így nézzük, akkor volt a COVID 2020-2021, átfordultunk 2022-be, tudjuk, hogy 2021-ben az év elején ott még voltak, úgy nagyjából májusig korlátozások a COVID miatt. Arra számítottunk, hogy 2022 végre egy normál évre fordulunk, újra visszarendeződik minden, el is indult jó irányba az egész piac. Korábban utaltam már egy 2022-ben 21-hez képest növekedett a sörpiac valamelyest, de hát akkor pedig bejött a szomszédban zajló háború, ami megint csak inkább a beszerzési oldalról, alapanyagok, csomagolóanyagok, vagy akár az energia oldaláról jelentett komoly kihívást, hiszen rendkívül mértékű volt a költség növekedés, ami a termelésünket nyilván érintette. Időközben mi folyamatosan dolgoztunk, és dolgozunk azon, hogy korszerűsítsük a Bölcsi gyárunkat. Nagyon komoly beruházásaink voltak az elmúlt évben, amin keresztül mind a kapacitás, mind a technológiát, mind a működési hatékonyságot fejlesztettük, de alapvetően a energia, alapanyag, nyersanyag, infláció az mindenképpen hat a termékeink árára. És ez nyilván érzékelhető volt a piacon, ezt nem akarom elhallgatni. A sör esetében is drágultak a polcon a termékeink, de ez igaz a teljes élelmiszer jellegű kereskedelemre. Tehát, hogyha bemegyünk egy szupermarketbe, vagy akár egy hipermarketbe, ahol nagyon széles választékot látunk, ott láthatjuk, hogy valamennyi kategória jelentősen magasabb áron kerül értékesítésre, mint mondjuk egy évvel korábban. De a teljes képhez hozzá... Van ilyen lélektani határ? Mert nálam például a fagylaltnál van egy olyan összeg, ami fölött nem vagyok hajlandó kifizetni. Ez bizonyára mindenkinek van. Mindenkinek van. Nehéz lenne megmondani, mert erről beszélgettünk arról, hogyha magát a sört nézzük, mint teljes kategóriát, azért ez összetett. Kétségtelenül az előállítási költségek nagyon nagy mértékben befolyásolják a termékeinknek a fogyasztói árát. Erre még rárakódik a különféle adótartalom, ami megint csak nagyon jelentős. Hiszen, hogyha az egész söripart nézzük, akkor az az adó, amivel mi hozzájárulunk a költségvetéshez, az elég szép kerekösszeget. Én 2022-t tudom mondani, akkor nagyságrendileg 85 milliárdot fizetett be adóként a Sörszövetséghez tartozó sörgyáraknak ami előző évhez képest durván 9%-os növekedést jelentett. Tehát ez is valahol hat az árra, hogy mi jelenik meg a polcon. És hát azért korábban beszélgettünk arról, hogy nagyon komoly fogyasztói kutatásokat végzünk, és mikor ön kérdezi azt, hogy hol lehet ez a lélektani határ, akkor nyilván igyekszünk ezt is figyelembe venni a beérkezett információk alapján, hogy mi az, amit a fogyasztó még elfogadhatónak tart az egyes termékeink esetében. Amikor külföldön járok, akkor mindig vizslatja a szemem a polcokat a boltokban, hogy látok-e magyar terméket, mert az olyan jó érzés. Igen. És hát ritkán látok, viszont pár éve voltam Brüsszelben, és ott van egy Delirium Tremens nevű hely, ahol 2000 féle sör van, és nagy boldogságomra volt magyar sör is. De ezt azért nem mondhatom el a környező országokra, és most megint az egész sörpiacról beszélek, hogy a magyar export az mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy szlovák bolt polcán több magyar sört lássak, vagy lássak magyar sört egy román üzletben, egy, most hadd ne soroljam föl a környező 7 országot, hogy miért nem tudunk olyan hatalmas volumennel betörni? Jó a kérdés. Én korábban dolgoztam más termékkategóriáknál is, az utóbbi, most már 11. évben dolgozom a Borsodinál, és ami számomra új volt
a korábbi területekhez képest, hogy a sör, mint kategória, vagy akár maradjunk márkáknál, maradjunk a Borsodinál, hiszen itt tőlünk Miskolcon, a hazai régiónknak a szívében, meglehetősen tradicionális termék. Hogyha a magyar márkákat nézzük, őket a magyar emberek szeretik, és hogyha külföldi piacokra akarnánk kilépni ezekkel a termékekkel, nem igazán látunk nagy potenciált erre. De ez minden országra igaz, hiszen ahogy utaltam rá korábban, Molson Coors hátterén keresztül látjuk a környező kelet-európai országokat, Horvátországtól kezdve egészen Románián, Bulgárián keresztül, pontosan olyan az a helyzet. De mindenhol megvannak a portfólióban a úgynevezett nemzeti márkák. De hát akkor ez egy korlátozott piac. Mert mi a borsodi sörgyárnál alapvetően a magyar piacra fókuszálunk. De ott egy idő után nem lehet növelni majd az eladást, mert nem fognak inni évente 200 liter sört az emberek. Dolgozunk a portfólión, tehát amit az elmúlt években látható volt a mi esetünkben is, amire utaltam korábban, hogy folyamatosan figyeljük a fogyasztói igények, preferenciáknak a változását, igyekszünk ezt egyre jobb termékekkel jobban megközelíteni, egyre pontosabban reagálni erre, és hogyha az elmúlt évek innovációit látjuk, a portfólió bővülését, akkor látható, hogy az innovációnk elsősorban a középkategória, tehát a borsodi, a hazai márka, és a fölé tartozó termékszegmensekre fókuszáltak elsősorban. Tehát azon dolgozunk, hogy nyilván törekvésünk az, hogy magát a piacot mennyiségben is növeljük, a másik pedig, hogy összetételében, minőségében is próbáljuk egyre inkább abba az irányba fejleszteni, hogy a fogyasztóink nyissanak, egyre inkább preferálják a magasabb minőségű termékeket, és számunkra ez egy fejlődési lehetőség. Beszéljünk egy kicsit önről. Korábban dolgozott az FMCG ágazatban is, vagy területen, és a Kraftnál, a Gillette-nél... Gyakorlatilag csak ott dolgoztam. Igen. A Győri Kexnél, a Bacardi Martininál. Aztán 11 éve a sörpiac felé fordult. Hogy miért, illetve melyik volt a legnagyobb kihívás önnek? Vagy ezek így egymásra rakódtak, és mindig tanult? Vagy egy kicsit meséljen magáról? Igen, igen. Jól írta a folyamatot. Tehát, hogyha így egyrésztről úgy érzem, hogy mondhatjuk úgy, hogy nagyon szerencsés voltam, hiszen, ahogy ön is említette ezeket a vállalatokat, mindenhol csodálatos márkákkal tudtam dolgozni, és mindenhol egy nagyon, nagyon intenzív fejlődés támogató környezetben, ahol rengeteget lehetett tanulni. Nyilván nagyon komoly kihívásokkal is járt, elvárások is magasak voltak, de hát jellemzően ez az, ami kiváltja valahol azt, hogy fejlődünk, mert próbálunk megfelelni ezeknek az elvárásoknak, a saját határainkat próbáljuk kiebb tologatni, próbálunk mi is felnőni ezekhez a feladatokhoz. Tehát igazából ezt a folyamatot ez írja le. Tehát mikor egyik cégtől a másik, akkor jött egy nagyobb feladat lehetősége, és úgy éreztem, hogy meg kell próbáljam. De ilyenkor keresik az embert, vagy pedig ön beadja egy fejvadászhoz, vagy is, hogy működik ez? Ez mindig változó. Mondjuk úgy, hogy ebben is szerencsés voltam, általában megkerestek. És milyen tapasztalatokat szerzett a multiknál? Hát, megint csak, hogyha egy visszakanyarodok, akkor azt gondolom, hogy ennek a beszélgetésnek a keretei ezt nem igen teszik lehető, hogy mindenről beszélgessünk, mert hát hova tovább most már, ez tényleg közelíti a 30 évet. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen intenzív tanulópálya mind a mai napig. De nem lehet azt mondani, hogy elér az ember arra pontra, amikor már nem lát újat, hiszen folyamatosan változik körülöttünk a környezet, aminek meg kell felelni, amihez idomolnunk kell, változtatnunk kell a működésünket, változtatnunk kell a folyamatainkat, és hát hogyha valamit igazából megtanultam ez alatt a 30 évet az alapvetőhez, hát hogy van egy nagyon komoly elvárásokat támasztó környezet, ahol minden nap teljesíteni kell, és folyamatosan változni kell, folyamatosan fejlődni, de alapvetően a működés az struktúrákra, folyamatokra alapul, és rendkívül fontos az, hogy ezt következetesen munkatársak kellő bevonásával végezzük, hiszen csak így tud működni, hogyha egy egész csapat támogatja a munkánkat. Szinte mindenki, aki a műsorban szerepel és sikeres, az elmondja, hogy ő nem egyedül sikeres, hanem fontosak az emberei, a kollégái is. Egyébként
Sosem volt olyan pillanat, amikor azt gondolta, hogy ó, miért vágtam én ebbe bele, miért nem mentem traktorosnak vagy agysebésznek? Arra vagyok kíváncsi, hogy jól érzi magát a bőrében. Szerintem nincs ember, aki nem gondol néha erre. Az hazudik. De nyilván gondol. De ezek általában rövid ideig tartanak, szerencsére. De igen, jól érzem magam. De előbb utaltam rá, hogy 30 éve csinálom ezt. 30 éven keresztül nem lehet olyat csinálni, amit az ember nem szeret. Tehát... Amikor ön kezdte a pályát, akkor biztos többen voltak, akik úgy elindultak. Mégis, bár nem ismerem őket, és nem tudom, biztos van közöttük is sikeres, de ön mégis azért azt mondhatni, hogy sikeres. Tehát amikor kezdte a pályáját, akkor kitűzötte magának célt, hogy mit szeretne elérni, vagy pedig mindig épp az aktuális feladatra gondolt, illetve hogy mitől sikeres? Ez megint egy eléggé fogos, ravasz kérdés. Ez, hogy siker, az megint ugyanolyan relatív, mint amikor arról beszélünk, hogy melyik a jó sör. Tehát igazából mit nevezünk sikernek? Ön mit nevez sikernek? Kicsit visszalépnek. Tehát, hogyha így nézzük, akkor általában azt nevezzük sikernek, hogyha bizonyos feltételek, bizonyos elvárások teljesülnek. Most ez kérdés, hogy kinek az elvárása. Külső vagy belső? Na, ez itt a kérdés, hogy kinek az elvárása, mivel az, hogy valaki sikeres, vagy valami sikeres, tehát a siker, mint olyan, az nagyon szubjektív, ahogy itt beszéltünk erről, nagyon sok mindentől függ attól, hogy én miben hiszek, miben gondolkodom. De mind a kettő nekem sikeres, van, mert ha van. Az ember belül úgy érzi, hogy sikeres, de mondjuk ezt a főnökei nem így gondolják, hát akkor rövid a pálya. Ellentmondás a kettő között, igen. Ha csak a főnökei gondolják azt, vagy a munkatársai, hogy ő sikeres, igen. Akkor viszont és ő belül nem érzi úgy, igen. Akkor meg akkor rosszabb, a bőrében rosszul érzi akkor magát. Akkor kiégés történik egy időn belül. Hát nézze, hogy most így beszélgetünk. Ön föltette így a kérdést, hogy én sikeres vagyok, mert ön így látja. Hogyha ebből a megközelítésből nézzük, akkor itt ülök, mint a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója. Azt gondolom, hogy kívülről nézve ez egy sikeres pálya, és azt gondolom, hogy én ma is azt érzem erről, mint a legelső nap, amikor csatlakozhattam a Borsodihoz, hogy egy hihetetlen megtiszteltetés ennél a cégnél dolgozni, mert Magyarországnak az egyik meghatározó sörgyára, a régiónak az egyik megint csak emblematikus vállalata, ami megtisztelő, hogy ezt a feladatot kaptam, és nagyon nagy felelősség. És ettől kezdve pedig, hogy mennyire sikeres valami, akkor ezt nagyon sok szempont szerint ítélhetjük meg. Hogyha ez most egy személyes kérdés volt, és úgy tette fel a kérdést, akkor jellemzően nekem magammal szembeni elvárásaim sokkal magasabbak, mint a külvilágnak a velem szemben támasztott elvárásai. Tehát azt gondolom, hogy még rengeteg tennivaló van ahhoz, hogy én úgy érezzem, hogy... Ez a jó főnök ismérve egyébként, hogy magasra teszi a lécet? Erre megint nehéz válaszolni, ki a jó főnök. De hogyha a saját szempontomból kérdezi, én mindig azt szerettem, hogyha olyan főnökeim voltak, akik hitelesek voltak, mind szakmailag, mind emberileg, világos célokat tudtak megfogalmazni, tudtak támogatni abban, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk, tisztán megfogalmazták a felelősségi köröket, a feladatköröket, és utána rendszeresen volt lehetőség arra, hogy támogassuk egymást, és beszéljünk, konzultáljunk, egy tiszta kommunikáció zajlott le a felek között. Tehát volt egyfajta támogató partneri kapcsolat, és kevésbé hierarchikus aláfölé rendelt kapcsolat. Tehát én valahol a vezetői szerepet alapvetően ebben látom, hogy egy felelős pozíció, ami arról szól, hogy hogyan tudja a vele együtt dolgozó csapatot a lehető legjobban segíteni, annak érdekében, hogy maga a szervezet, illetve a vállalat, jelen helyzetben a Borsodi Sörgyár, a lehető legjobban tudjon működni, és valahol a cég legyen sikeres. Tehát az, hogy most én sikeres vagyok, az ilyen szempontból majdnem másodrendű. A fontos az, hogy ahogy megyünk be a szervezet, ezek a csapatok legyenek egyre sikeresebbek a saját területükön, mert a nap végén ők azok, akik működtetik a céget, és ők járulnak ahhoz hozzá, hogy borsodiként a lehető legjobbak tudjunk lenni. 5-10 év távlatában mivel lenne elégedett? Úgy a saját
magával kapcsolatban, mint a céggel? Erre nagyon egyszerű válaszom van, hogyha esetleg megkérdezi, akkor arra azt tudjam mondani, hogy ez az 5-10 év az jó volt felhasználva. Nem elvesztegetett 5 év volt, nem elvesztegetett 10 év volt, nem történtek benne olyan dolgok, ami miatt érdemes volt azt az 5 évet vagy 10 évet végigcsinálni. Milyen tervei vannak ennek a megvalósításához, illetve a saját életében? Nem kérdez könnyűeket, mert hogyha én tervre gondolok, azok ilyen nagyon konkrét dolgok. Tehát kicsit az jut eszembe, amikor mondjuk új évkor az ember megfogad valamit, és akkor elmondja, hogy ettől kezdve ezt fogja csinálni. Vagy azok ezt, nem szoktak megvalósítani. Vagy valami mást fog csinálni. Hogyha így kérdezi, akkor nincs más tervem, mint eddig. Tehát nincs olyan fundamentálisan eltérő elképzelésem, hogy máshogy fogok élni, máshogy fogok dolgozni. Én azt gondolom, hogy van egy eléggé kialakult értékrendem, elképzelésem arról, hogy miképpen szeretném az életemet intézni. Ebben nyilván beletartozik a munka, beletartozik a magánélet része. Nem gondolom, hogy ezen alapvetően változtatni szeretnék, ahogy eddig tettem. Nyilván, ahogy minden más, finomodhat, igazodhat a körülményekhez, de alapvetően a lényeg az nem fog benne megváltozni. Tehát így most nem tudnék önnek olyat mondani, hogy na ez ettől kezdve biztos, hogy máshogy lesz, máshogy tervezem, változtatni fogok rajta. Alapvetően nem. A műsor előtt beszélgettünk, és találtunk mindjárt két olyan pontot, amiben nagyon hasonlóak vagyunk. Mind a ketten nagyon szeretünk pergető horgászni, illetve nagyon szeretünk a vízzel lenni kajakkal, vagy kenúval, inkább kajakkal. Hogy ezekre lesz idő? Kell, hogy legyen. Kicsit meséljen már a kajakozásról, mert az nekem nagyon tetszett, hogy versenyeken indul. Hát ez már eléggé a magán természetű dolog, de azt gondolom... Csak ketten vagyunk. Igen, per pillanat. De illeszkedik egy kicsit ahhoz, amiről eddig beszélgettünk. Számomra egy nagyon jó sport olyan tekintetben, hogy sok év után is megadja a lehetőséget arra, hogy nap mint nap találjak benne olyan apró dolgokat, amit lehet fejleszteni, lehet változtatni rajta, kicsit máshogy csinálni, felkínálja ezt a fejlődési lehetőséget, komoly koncentrációt igényel, tehát mikor csinálja az ember, akkor csinálja. Tehát akkor az nincs úgy, hogy félszívvel kajakozok, vagy közben máshol jár az eszem, akkor oda kell figyelni. És ezek azt gondolom, hogy a mai eléggé rohanó, kapkodós környezetben viszont ritka pillanatok, amikor tényleg ott vagyunk, ahol vagyunk, mert akár hogyha most itt elég sokat beszélgettünk a munkáról, többnyire értékeljük a mögöttünk levő időszakot, és többnyire tervezzük az előttünk álló heteket, hónapokat, éveket, viszont ritkán vagyunk itt és most. Ez megadja ezt a lehetőséget, és megadja annak a nap mint nap annak az élményét, hogy viszont apró, kívülről kevésbé fontosnak tűnő területen, de számomra fontos területen tudok fejlődni, ami megint nagyszerű, hogy mérhető. Tehát gyakorlatilag a fejlődés nagyon gyorsan visszacsatolást kapok, és viszonylag napi, gyakori sikerélményt tud biztosítani, ami megint csak azt gondolom, hogy az életünkben egy fontos dolog, beszéltünk a sikerről, ez nem mindig realizálható viszonylag rövid távon. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha az ember csinál valami olyat, hogy ezt gyakrabban meg tudja élni, mert összességében jobb lesz az életminősége. Hát akkor ehhez én is minden jót és sok sikert kívánok. Köszönöm. Remélem egyszer a vízen is találkozunk. Örömmel. Mai műsorunk véget ért. Vuletta Zsoltot, a Borsodi Sörgyár ügyvezetőjét és kereskedelmi igazgatóját hallották. Köszönöm szépen ennek is, hogy bejött hozzánk. Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra. Viszont hallásra.